Szakad a Jobbik, vagy most simítja el az évek óta tartó feszültségeket? Mindjárt megtudjuk. Kezdünk! Kitették a Jobbik frakciójából, a pártvezetői pedig most arra kérik, adja vissza parlamenti mandátumát. Itt lesz a bizalomvesztés miatt mellőzött Duró Dóra, aki kész lemondani a politikai karrierről. Pártja megbüntette, ennek ellenére továbbra is bízik az LMP-ben Hatházi Ákos. Vendégünk lesz a Lehet más a politika volt társelnöke. A Fidesz ma már nem politikai párt, hanem egy választási gépezet. A stúdióban Lengyel László, aki arról is beszél, hogy szerintem mikor, hogyan is, kikkel váltható le az Orbán rendszer. Jobb teljesítmény, magasabb érzelmi intelligencia, ezek a boldogság óra hatásai. De mit tanulnak a gyerekek és hogyan lehet őket boldogabbá tenni? Bagdi Emőke pszichológust kérdezzük. Európai politikusok, újságírók, nemzetközi szervezetek bírálják a Stop Sorost. Csak a magyar ellenzéki pártokat nem érdekli a jogokat korlátozó törvénytervezet. Kálmán Olga erről is beszélgett Gulyás Balázs közíróval és Pető Péter újságíróval. Jó estét kívánok, üdvözlöm Önöket! Tegnap adás közben kaptuk a hírt, miszerint a Jobbik frakciójából kizárták Duró Dórát, akkor Mirkocki Ádámot hívtuk fel telefonon, azt mondta, hogy a párt elnöksége fog arról dönteni, hogy visszakérik-e a mandátumát, ezen már túl vagyunk, visszakérték a mandátumát, és Duró Dóra úgy nyilatkozott, hogy természetesen vissza fogja adni a mandátumot, ez nem is kérdéses, az még valószínű kérdéses, hogy a pártban marad-e. Duró Dóra a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Egy pontosítást már is tennék a felkonferálással kapcsolatban. Azt írtam délelőtt, illetve reggel a Facebook oldalamra, hogy kész vagyok visszaadni a mandátumomat, de még nem hoztam meg a végső döntést ezzel kapcsolatban. Hát az, azóta, hogy kész vagyok visszaadni, én azt hittem, hogy ez a végső döntés. Hogyha a pártvezetés így dönt, illetve egy olyan helyzet alakul ki, hogy ez a legjobb megoldás, akkor természetesen kész vagyok erre. Ezért írtam ezt a szófordulatot, de azóta nagyon sok minden történt, és az a mai napom, ez valami egészen elképesztő őrületben zajlott, hiszen folyamatosan csörgött a telefonom, folyamatosan kaptam leveleket, üzeneteket pártagoktól, akik arra kérnek, hogy maradjak. Tehát olyan elképesztő nyomás helyeződött rám, ami megmondom őszintén, hogy teljesen elbizonytalanított engem a tekintetben. Hogy Torockai az a jó... László bizonytalanított el, hiszen ő is kérte a Facebookjára azonnal, hogy ne, tehát hogy ne adja vissza a mandátumát. Részben ő, illetve leginkább ennek a közleménynek a másik aláírója, Pongrácz András, aki úgy gondolom egy nagyon fontos erkölcsi mérceként áll mindannyiunk előtt. Ugye ő egy 56-os hős, aki a Sztálin szobornak a ledöntésében is szerepet játszott, és annak a Pongrácz Gergelynek a testvére, aki a Jobbik zászlóbontásakor jelen volt, és úgymond útjára indította a Jobbikot, mint mozgalmat. Pongrácz András most egyértelműen ebben a közleményben úgy fogalmaz Torockai Lászlóval közösen egyébként, hogy arra kér, hogy ne adjam vissza, hiszen hanem képviseljem a Jobbik eredeti szellemiségét az országgyűlésben. Ez mindenképpen egy olyan esemény, ami megfontolás tárgyává kell, hogy tegye a döntésemet. De van egy harmadik tényező is, az ön esküje, ami meg úgy szól, hogyha az országos elnökség kétharmada úgy dönt, hogy valakitől a mandátumot visszakérje, akkor azt visszaadja. Az eskünek az is része, egyébként csak ezt mondjuk a Jobbik elnöksége nem idézte a közleményében, hogy óvom és védem nemzetemet a hazugságtól és a szolgaságtól. És na jó, gondolom, tehát az egyik nem tudja überelni a másikat. Ez mind a kettő része az eskünek, és én úgy gondolom, hogy annak úgy teszek eleget, hogyha óvom a nemzetemet a hazugságtól, hogyha a hazug Jobbiktól is védem a nemzetemet. Tehát úgy gondolom, hogy... Mert a Jobbik? Hát én úgy gondolom, hogy az az eljárás, ami velem szemben lezajlott, az olyan vádakra épül, amelyek nem igazak. Nem történtek meg, és senki nem tudott semmilyen konkrétumot mondani, hogy mi az, amit én elkövettem, ami eredményezte ezt a szavazást a frakcióban. Na, mindjárt nézzük ennek a részleteit is, de én azt gondolom, hogy ön már nem hezitál, hanem döntött. Jól gondolom? Nem, egyáltalán nem. Sőt, bizonytalanabb vagyok, mint valaha életemben voltam, hogyha ezt lehet így mondani. Nagyon sok érzelem kering bennem nyilván a tegnapi napot követően, nagyon sok hatás ér, és nagyon szélsőséges gondolataim vannak a saját jövőmmel kapcsolatban. Egészen onnantól kezdve, hogy a teljes politikát abba hagyom, és elkezdem úgymond a civil életemet, és teljesen kilépek a politika világából, egészen odáig, hogy megtartsam a mandátumomat, és igyekezzek valamilyen
közéleti szerepet a későbbiekben is vállalni. Tehát egyáltalán nem született meg a döntés. Nagyon szeretnék sokakkal beszélni, például Pongrácz Andrással is személyesen szeretném átbeszélni azt a helyzetet, amiben vagyunk, azokat a meglátásokat, amiket ő az én mandátumommal kapcsolatban. Nem kérdés a közleménye után, hogy ő arra biztatná önt, hogy maradjon. Igen, de az milyen érvei vannak, azért azt szeretném meghallgatni, illetve szeretnék egy hosszabb beszélgetést is, hogy hogyan látja a jövőt akár számomra, vagy azoknak a számára, akik most a Jobbikból úgy tűnik, hogy kilépni kényszerülnek. És saját kútfőből gondolja át, hogy hogyan nézhet neki a jövő, akkor ugye a frakcióból kizárták, akkor beül a Függetlenek közé, vagy beül másnak a frakciójában? Hát egyelőre mindenképpen a Függetlenek közé, és azt nehezen tudom elképzelni, hogy más frakcióba beüljek természetesen, tehát nem gondolom azt, hogy én most így hirtelen egyik napról másikra LMP-s lettem, vagy MSZP-s lettem, vagy bármely más párthoz, nekem most itt frissibe akár csatlakoznom kellene, úgyhogy úgy gondolom az idő egyáltalán nem szorít engem a tekintetben, hogy döntést hozzak, és egy ilyen indult érzelmi állapotban, amiben én magam is vagyok, és nagyon sokan vannak a kizárásomat követően, úgy gondolom, hogy a higgadtság és a megfontoltság az mindennél többet jelent. Lesznek még kilépők, úgy gondolja? Mert ez előbb is valahogy így fogalmazott. A pártból én úgy gondolom, hogy mindenképpen. Tehát ma nagyon sokan írtak nekem olyan levelet, és hívtak fel telefonon tagok, tisztségviselők, hogy ez volt számukra az utolsó csepp a pohárban, és most már kilépnek. Ugye nagyon sokan már a tisztújítást követően is fontolgatták a kilépésüket, és az a platform, amit megalakítottunk, az épp azt célozta volna az én részemről legalábbis, hogy sikerüljön bent tartani őket valahogyan a pártban. Megtaláljuk azt a formát, ahogyan az ő észrevételeiket be tudjuk csatornázni, és el tudjuk jutatni az új elnökséghez, hiszen egy nagyon szoros választási eredmény született. Tehát 54%-át szemben a 46%-kal, gyakorlatilag 22 emberen múlt, hogy most nem Torockai Lászlónak hívják a pártelnökséget. Értem, tehát az múlhat egy emberen is. A pártból, hogyha lesznek is kérdő, de a frakcióból lesznek ön szerint még kilépők? Nem tudom ezt megítélni, tehát hogy a frakcióban ki hogyan gondolkodik, az arra nekem nincsen rálátás. És után nem mondott senki ilyet, kapott 4 nem szavazatot ez igen, a döntés. Igen, igazából összesen 6 voltak, akik nem támogatták igen. Azt, hogy engem kizárjanak a frakcióból. Nem tudom még, hogy mi van az ő fejükben, és hogyan képzelik velük el a jövőjüket, egyelőre nem. Na, mi történt tegnap? Tehát akkor, amikor a frakciülésen azt mondták, hogy elfogyott a bizalom önnel szemben, én nem tudom, hogy az most a platform miatt fogyott el, vagy pedig mondjuk 2 évvel ezelőtt, amikor a férjét kizárták. Hát kinek mikor volt, aki például azt mondta, hogy már azzal tisztában kellett lennem, hogyha elindulok Torockai László elnök helyetteseként, akkor annak következménye lesz. Tehát kvázi volt, aki azt mondta, hogy mivel egy tisztújításon elindultam, már ennek egyenes következménye az, hogy nem lehetek a frakció tagja, ami egészen elképesztő és döbbenetes. Másrésztről kértem azt, hogy mondjanak olyan konkrétumokat velem kapcsolatban, amit én tettem, és az mondjuk nem a Jobbik javát szolgálta volna, vagy nem lettem volna elég lojális a Jobbikhoz, illetve annak a politikájához, nem tudtak ilyeneket mondani. Tehát olyan ködösítéseket mondtak, meg olyan elképesztő érveket, hogy például amikor én gratuláltam a tisztújítást követően Gyöngyösi Mártonnak, akkor az nem volt elég őszinte, meg ilyen szintű érvelések hangzottak el, meg amikor elmondtam, hogy én a platform alakítás, akkor én azt az álláspontot képviseltem, hogy ne lépjenek ki az emberek, és arra igyekeztem rábírni őket, hogy maradjanak a Jobbikban, én akkor is bomlasztó vagyok. Tehát olyan egészen elképesztő koncepciós eljárás történt. Tehát maga a platform a párton belül azért mondjuk nehéz elképzelni, hogy annak léte vagy létrehozása a párt egységét szolgálná. Azon kívül a pártvezetőség el is határolódik ettől, tehát nem támogatják a platform létrehozását. Ez teljesen világos, csak azt látni kell, hogy 10 évvel ezelőtt a Jobbikban már volt egy platform. Annak semmilyen etikai következménye senkire nézve nem lett, hanem sikerült akkor rendezni. Hasonló helyzet volt egyébként, mint a mostani. Akkor is alakítottunk platformot. Egyébként mostani elnökségi tag is volt annak akkor tagja, sőt olyan megyei elnökök is, vagy regionális igazgatók, akik most nem is Torockai Lászlót támogatták, más frakciótagok. Azt kivezette azt a platformot.
tagok voltak. Nem nagyon volt vezetője annak a platformnak. Akkor ki alakította? Többen alakították, olyan tisztségviselők, akik akkor is tisztségviselők voltak, illetve most is azok, illetve tagok. Tehát nem, ez a férjének a platformja volt? Nem mondanám ezt, hogy az ő platformja volt. De ő is szerepet játszott abban, így van. Tehát akkor ennek semmilyen következménye nem lett, ezért én joggal gondoltam, hogyha akkor nem lett semmilyen következménye, és nem változott semmi az alapszabályban ezzel kapcsolatban, akkor most sem lesz következménye. Tehát én úgy gondolom, ez egy óriási ellentmondás, hogy akkor semmilyen következménye nincsen, most pedig kizárnak, a legerőteljesebb szankciót alkalmazzák velem szemben, ugyanazért, amivel korábban nem volt semmi bántódásom. Másrésztről pedig itt nagyon sok embernél az volt a kérdés, hogy kilép vagy nem lép ki, és ezért ilyen bármi olyan formát tudtam volna támogatni, ami az ő bentmaradásukat eredményezi. És azt is leírtam már előzetesen az elnökségi döntés előtt, hogyha az elnökség úgy dönt, hogy az platform alapszabály ellenes, vagy nem tekinti legitimnek, akkor én abból kiszállok. Nekem nem az a célom, nem az volt a célom, hogy megosszam a Jobbikot, és hogy élezzem ezeket az ellentéteket, hanem minden cselekedetemmel próbáltam azokat az elképesztő indulatokat, amik kialakultak, ezeket csitítani, mind a két oldal részéről. Ez egyébként könnyen leellenőrizhető, mi is megtettük, tehát tényleg ezt írta szó szerint, hogy az elnökség nem támogatja, és ez ugye két héttel ezelőtti történet, akkor ön ki fog lépni a platformból. Például tegnap ez szóba került, mondta az elnökségnek, hogy hát miért? Tehát, hogyha nem támogatja, akkor kilépek. Igen, de ők úgy, tehát azzal érveltek, hogy már a platform megalakítása önmagában egy olyan etikai vétség, amely miatt ez a bizalomvesztés bekövetkezett, hogy még egyszer mondom, 10 éve ennek semmilyen következménye nem lett, most pedig a legdurvább szankciót alkalmazták, ugyanarra a tényállásra tulajdonképpen, tehát ez is egy joggal való visszaélés. Pláne úgy, hogy én jeleztem előzetesen, még egyszer mondom, hogy nem a megosztás a célom, hogyha ők illegitimnek tekintik, akkor rendben hagyjuk a platformot, csak találjuk meg azt a formát, amivel azt a 46%-nyi jobbikost, aki Torockai Lászlót támogatta az elnökválasztáson, bent tudjuk tartani a pártban, mert a pártszakadás a lehető legrosszabb forgatókönyv, ami megtörténhet a Jobbikkal. És meg fog történni ezek után? Én igyekeztem mindent megtenni azért, hogy ez ne történjen meg, még egyszer mondom, de most nagyon erőteljesen elém dobták a kesztyűt, hogy így fogalmazzak. Tehát még egyszer mondom, nekem most igazából a Jobbikban a jövőm az elképzelhetetlen. Hát ezért is mondtam azt, hogy szerintem már döntött, hogy a mandátumát megtartja és függetlenként politizál. Tényleg nem döntöttem el. Tehát hogyha eldöntöttem volna, akkor már ezt kommunikálnám nyilván, értem, és ezt támasztanám alá. Világos hiszek, önnek nem arról van szó, csak én azt gondoltam, hogy azokat, amiket felsorolt az alapján, ez már egy kész tény. Hogyha lesz új párt a Jobbikkal szemben, a régi Jobbik irányvonalához sokkal közelebb, tehát egy radikálisabb, abban szerepet vállalna? Még ezt sem döntöttem el. Tehát ahogyan említettem, nagyon sok lehetőség van előttem, nagyon sok nyitott kérdés, és nagyon sok mindent kell mérlegelnem. Nagyon nagy nyomás helyezedik rám, mind a új pártot alapítani akarok közül, vagy részéről, mint pedig a régi Jobbikosok részéről. Tehát nem szeretnék elhamarkodott döntést hozni, és nem is szeretnék egyedül döntést hozni, a mandátumomról sem. Tehát 2 évvel ezelőtt, amikor a férjem mandátumát visszaadtuk, akkor azt a döntést is közösen hoztuk meg, ezt a döntést is nyilvánvalóan közösen fogjuk meghozni. Ön mit mondott szeretném erről az egész helyzetről? Hát kísértetiesen hasonlít ahhoz, mint ami beletörtént 2 évvel ezelőtt, tehát ugyanúgy konkrétumok nélküli koncepciós eljárás tulajdonképpen ami zajlik, és nagyon szeretnénk azt annak a felelősségnek a tudatában dönteni, hogy mi az, amit az emberek várnak tőlünk. Ő például támogatná azt, hogy alapítsanak egy új pártot? Ő is azt az álláspontot képviselte, például a platform alakulásakor, hogy az új párt alapítása az ne szerepeljen opcióként, mert próbáljuk meg a Jobbikot egyben tartani, hiszen úgy lehet erős ez a közösség, hogyha tényleg megmarad legerősebb ellenzéki pártnak. Én nem is gondolkodtam abban, korábban, hogy új mozgalmat vagy új pártot alapítsunk, amelyben elkezdünk politizálni. Akkor sem, amikor a férjet kizárták? Akkor sem. Tehát néhány nappal ezelőttig ez egyáltalán nem fordult meg a fejemben. Most nagyon sokan vannak, akik hívnak megint, hogy vegyek részt egy ilyen új pártnak a megalapításában. Meglátom, hogy kik azok, akik támogatni tudnak ebben, de nem szeretnék, még egyszer mondom, elhamarkodott döntést hozni. De azért milyen volt önnek ez az elmúlt 2 év, hogyha a
férjével már azt mondja, kísérletesen hasonlít a történet, megtörtént az, ami most önnel, hogyha úgy látják, hogy őt is igaztalanul zárták ki, most önt is igaztalanul, akkor hogy tudta ezt az elmúlt két évet teljes elánnal és a legjobb tudásával és hívvel, lelkesedéssel végig politizálni azokkal, akik a férjét igaztalanul zárták ki? Mert nagyon sokan voltak akkor is olyanok, akik maradásra bírtak engem, és abban támogattak, hogy maradjak ott. Most is nagyon sokan vannak, akik azt kérik tőlem, hogy tartsam meg a mandátumomat, tehát igyekeztem akkor is figyelembe venni azt, hogy mi az, amivel úgymond a nemzetnek a legjobbat tudok tenni, és mi az a forma, ahogyan úgy gondolom, hogy azt az értékrendet, amelyet én képviselek, azt érvényre tudom jutatni a közéletben. Most is ez az elsődleges szempont, amit én mérlegelni fogok akkor, amikor a döntésemet meghozom. Nyilván nem titkolom, hogy ez egy nagyon emberileg is nagyon ember, nekem nagyon nehéz helyzet, és nagyon nehéz volt az elmúlt pár nap, de igyekszem ezeket az emberi szempontokat háttérbe szorítani, és a felelősségtudat lesz az, amit meg fogja határozni a döntésemet. Még a rövid idő telt is el, de átgondolta, hogyha nem tett semmit, ha a platformból is kiszállt volna, ha az elnökség nem támogatja, ha a párt egyben maradását akarta, akkor mi a baj önnel? Vélhetően ez egy politikai leszámolás, ami most zajlik a Jobbikban, tehát mert túl jó eredményt értünk el Torockai Lászlóval, illetve Torockai László elnök jelöltként, én pedig elnök helyettes jelöltjeként egy olyan erőt, nagyon nagy támogatottságot tudtunk felmutatni. Úgyhogy egyébként korábban nagyon sok olyan változtatás történt, például a Jobbik alapszabályában, ami kifejezetten Torockai László ellen irányult, és a tisztújítási kampányban sem voltak egyenlő feltételek a két elnök jelöltnek. Ezt egyébként többen meg is fogalmazták, hogy nem szeretnék azt, hogy mondjuk egy szakadásra két év múlva kerüljön sor, akkor menjen, aki most menni akar. Van, aki azt mondta például, hogy fölülről még erőteljesebben kell segíteni azt, hogy aki el akar távozni, az távozzon el. Tehát egy ilyen megfontolás az, ami... Hát úgy gondolja, ez egy politikai leszámolás a tisztújítás után? Igen. Hát kíváncsi vagyok a döntésére, meg fogjuk tudni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a lehetőséget.